Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 37. adásában. Jó estét kívánok! Mai témáink. A 2012-es kókai kikelet. Tippek és praktikák az allergia szezonra való felkészüléshez. Asztali tenisz bajnokság Galgahévízen. Tartsanak velünk ma este is! Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Vörös Sándor eme idézete áll a kókai kikeletet hirdető plakátokon. És ez esetben sok szeretettel köszöntöm stúdiumban két vendégemet, Gyurica Anitát, a Kókai Művelődési Ház vezetőjét, és Perrési Dávidot, a Nagykátai Színjátszó Egyesület tagját. Most ez hogy van? Kóka és Nagykáta együtt szervezi a fesztivált? Nem, Kókai Művelődési Ház a szervező. Dávidot, a Nagykátai Színjátszó Egyesület tagjai közül ismertem meg, és felkértem, hogy az Örkény blogban való szereplésre, hogy Örkény István egyperces novelláit vigyék színpadra. Természetesen először úgy gondoltam, hogy én fogom majd rendezni ezeket a kis novellákat. Novellákat, én leszek a rendező, de Dávid olyan zseniális ötletekkel és javaslatokkal állt elő, hogy azt mondtam, hogy debütáljon nálunk rendezőként, és vigye színpadra ő a novellákat, és így lesz szerves része az ő munkája az én programomnak. Tehát egy picit előreugrunk. Miért pont Örkény? És mit fogtok csinálni? Hát Anita, amikor felkérte erre, hogy elevenítsük meg az egyperceseket valamilyen formában, ekkor én már úgy kezdtem meg gondolkozni erről, hogy mindenképpen minél több fajtát próbálják meg bemutatni. És amikor lehetőség került arra végre, hogy leüljünk erről megvitatni, hogy tulajdonképpen hogy is képzeljük ezt el a színpadon, kiderült, hogy lesz egy irodalomtörténeti nyomvonala is ennek az estnek, ugyanis Ottlik Gézáról, illetve Örkény István életéről és munkásságáról is majd két irodalomtörténészt fog beszélgetni. És arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha úgy mutatnánk be az egypert, illetve úgy mutatnánk be Örkény István életét, hogy az egypercesein keresztül részben. És itt több szakaszban, majd váltva az irodalomtörténészek beszélgetése alatt, megosztott színpadnál, amikor elérünk egy bizonyos fordulóponthoz az életében, akkor annak megfelelő, illetve ezzel a kérdéssel, vagy akkor kialakult véleményével, változásaival foglalkozó egyperceseket fogunk bemutatni. Így több helyen érintve egészen gyerekkorától, második világháborún, illetve a zsidó lényével való problémáján keresztül egészen a haláláig, és így a művész végső konklúziójáig az életéről. És ezáltal kicsit betekintést nyerhetünk jobban abba, hogy tulajdonképpen amikor ezek a pontok végig előkerültek az életében, akkor tulajdonképpen vajon mit is érezhetett e mögött. És valahogy ezt próbáljuk majd átadni a közönségnek, és reménykedünk benne, hogy olyan kérdéseket fognak majd gerjeszteni bennük, amik mindenképpen maradandó élményé fogják számunkra tenni ezt az estét. És röviden el lehet mondani, hogy mik ezek a pontok, vagy melyik novellákról lesz majd szó? Hát 8 darab novellát fogunk majd érinteni. A legmerészebb álmaink is megvalósíthatók például, amelyben az emberi önzés, illetve tulajdonképpen önbeteljesítésnek egy eléggé kisarkított példáján keresztül beszél erről Örkény, és ugye hát a sajátos humorával beszél erről, illetve a második világháború kapcsán konkrétan az In Memoriam Dr. KHG-t, amelyben ugye egy németőr és egy zsidó munkatáborosnak a utolsó beszélgetése folyik éppen, illetve a Hogy létemről című darab, amely egyébként egy univerzális, tehát bármikor az elkövetkező időben, illetve a múltban elővehető kis darab, rengeteg mindent bele lehet érteni. Örkény tulajdonképpen éppen ezért számomra nagyon kreatív és sokrétű, hogy tulajdonképpen bármelyik korszaknak az életben, akár a múltban, akár a jövőben, akármit, akármilyen háttér mondani valót bele tudunk illeszteni a műveibe. Tehát akkor ugye, ahogy bevezettem most ezt a beszélgetést, ugye van ez a Vörös Sándor idézet, hogy alattad a föld, fölötted az ég, és hogy te vagy a létra. Tehát, hogy akkor a létre egyik lépcsőfoka ez az Örkény blokk ezen a fesztiválon. Miről fog még szólni ez az 5. kókai kikelet? Hagyományokhoz híven két részből áll.
először emlékezünk jeles kultúránk jeles képviselőire. 150 éve született Ferenczi Károly, tehát az ő reprodukciós képeinek kiállításával a képzőművészeti vonalat visszük tovább, és szerves részként átvezetve, hát ezt nem árulnám el, mert ez az én rendezői titkom, azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes módon evezünk át Ottlik Géza és Örkény István munkásságának, pályaműveinek bemutatására, hiszen ők 100 éve születtek. És második rész pedig, akkor bocsánat. Bocsáss meg. Második rész pedig korábbi hagyományokhoz híven egy zenés blokk volt mindig. Korábbi szervezők a Nemzeti Rocknak egy jeles képviselőjét hívták meg a rendezvényeikre. Több ízben fellépett így Kókán az ismerős arcok, tavaly, jól emlékszem, a Rockfolk együttes is koncertet adott, szerepelt már a kókai színpadon a Mistral, és még sokan mások. Én most szervezőként nem hívtam rockkoncertet, viszont Tolcsvai Bélának az Ég ígérő fa című zenés és táncos dal játékával képviseljük ezt a zenei blokkot. Ezzel próbáltunk kapcsolódni az előző hagyományokhoz, és a film bemutatása után Tolcsvai Béla életéről most megjelent könyvnek a bemutatóját láthatjuk, Csűrös Csillával és Tolcsvai Bélával. A könyv címe Megnyittatott, ezen kívül pedig a filmből, tehát az Ég ígérő fa című daljátéknak a szereplőit és vendégeink között üdvözölhetjük majd. Itt lesz a Mistral énekese, Heinzinger Miklós, és a többi. Tehát elég színes a program. Ez annak idején, amikor ez elindult, milyen apropóból született ez az ötlet, hogy Kókán kell egy ilyen kulturális eseményt, egy ilyen fesztivált csinálni, és miért ki kellett a neve, és mit jelent az, hogy ki kellett? Több kérdés. Bocsánat. Hát 5 évvel ezelőtt, hiszen ez lesz az 5., 5 évvel ezelőtt egy baráti társaság, egy 8-10 családból álló baráti társaságnak a fejéből pattant ki, hogy Kókán egy kulturális program sorozatot kéne indítani, és Kókai Kikelet címen tavasszal készítettek egy programot, és Kókai Fecskehajtó címen szeptemberbe. A név ugye erre utal, a kikelet régies szóhasználatban a március havát jelentette. Hát mi most sajnos kicsúszunk a márciusból, mert a fellépő művészek elfoglaltsága miatt csak április 1-én tudjuk megrendezni ezt a programot. A fecskehajtó pedig, Kókai Fecskehajtó név pedig a szeptember hónapnak a népies kifejezéséből adódott. Ez a baráti társaság ugye már akkor is két blokkból állította össze ezt a programot. Az első részt a Művelődési Házban készítették, tavasszal ugye még hideg az idő, a kulturális részt ott a színházteremben mutatták be. Mindig egy jeles, kultúránk jeles képviselőjének a munkásságáról szólt az első rész, a második rész pedig a Tóth Pincében zajlott, a Tóth Pince tulajdonosa része volt ennek a társaságnak, baráti társaságnak, és oda vonultak fel az érdeklődők, és a rockkoncertet ott lehetett megtekinteni, finom falatok és kókai bor társaságában, Tóth Pince borainak a társaságában. Tehát akkor úgy néz ki, hogy annak idején ez az ötlet, ami született, az megérte, mert ugye az 5. kókai kikeletről beszélünk. És én még néhány nevet szeretnék megemlíteni a baráti társaság tagjai közül, akiknek köszönhetem, hogy megkaptam ennek a programnak a szervezési jogát. Ők Rácz Sándor, Lantos Gyula, Tóth György és a többieknek köszönjük. És köszönjük a Kókai
képviselőtestületnek is, hogy támogatják ennek a programnak a megőrzését. Kiknek ajánljátok a fesztivált? Kiket vártok a fesztiválra? Minden kultúra kedvelő embernek ajánljuk. Gyermekeiknek szintúgy, hiszen érdekes kézműves foglalkozás is lesz. Papírt merítünk a gyerekekkel. Ez úgymond a hagyományőrzés egyik vonala. Gyerekeknek egyébként mindig ingyenes a belépő. Hát szeretnénk nekik megmutatni, hogy hogy lehet használt papírokból minden különösebb hozzáérték és adalék anyag nélkül új papírt készíteni. Újra felhasználásra próbáljuk őket ösztönözni majd ezzel. Tehát minden kultúra és zenekedvelő embernek ajánljuk programokat. És a programokat. Tehát Kókán ég és föld összeér majd április 1-én, és sok szeretettel vár mindenkit Kóka község. Korábbi adásunkban már találkozhattak kedves nézőink dr. Vészi Zsuzsannával, Turay házi orvos doktornővel, akivel akkor az influenzáról beszélgettünk, ám ezúttal az allergia lesz a témánk. Beköszöntött a tavasz, a jó idő, a napsütés, viszont nagyon sok embernek ez az allergia kellemetlenségeivel is párosul. Doktornő, az immunrendszer erősítése, az hogyan kapcsolódik az allergiához? Hát az immunrendszer az ugye mindennek az alapja, a szervezetünk egy legfontosabb része, a szervrendszere, és tulajdonképpen az allergia, az mondhatnánk úgy, hogy az immunrendszernek egy nem túl jó, tehát egy eltévedt működése. Mert az immunrendszer azért működik, hogy a minket érő idegen anyagokat eltávolítsa. A baktériumokat, vírusokat ugye kiírtsa, amik bejutottak. Viszont az, hogy egy nagyon-nagyon kicsi anyag, mennyiség bejutva a szervezetbe, túl nagy reakciót vált ki, amire nincs szükség. Tehát ez egy szükségtelen reakció, ami létrejön. És hát ennek, hogy mi az oka, sok dolog befolyásolja. Az egyik az, hogy nagyon sok anyaggal találkozunk. Tehát az embernek a teste, a szervezete annak idején nem erre alakult ki, és az immunrendszer nem erre készült föl, hogy milliónyi anyaggal találkozzunk, különböző tartósítószereken át, a levegőben is rengeteg anyagröp száll, amit beszippantunk. A tavaszi időszak az egyik kiemelten kritikus időszaka az allergiás megbetegedéseknek. Miért van ez így? Hát ez azért van, mert tavasszal elkezdenek a virágok feléledni, és különböző időpontban különböző növények virágzanak, és így virágpor jut a levegőbe. Most a legelső, a legkorábbi virágzás, ez a mogyorónak a virágja, hogy aki február végén, március elején, hát megfelelő idő esetén, allergiás tüneteket tapasztal, ami a allergiás náthának nevezném, és akkor ennek a tünetei az a vizes orrfolyás, a kocsonyás fehér anyaggal eldugul az orrjárat, és nem kap levegőt, ez a két formája az ember. Tehát aki ezt tapasztalja magán, az valószínűleg akkor tájt a mogyoróra, hát vagy egyéb dolgokra, ami más irányú. És akkor később különböző növények, ahogy virágoznak, tehát a barka, a fűzfa virágja, akkor későbben az akácvirág, tehát ezek a finom, illatos virágok sajnos bizonyos emberekben már ezeket a tüneteket kiváltják, ami hát később ugye lejjebb haladva az aszma, hörgő aszmát is jelenti. Nem csak a náthát, hanem a mélyebben az aszmát. Ha jól értem, akkor itt leginkább légúti irritációról beszélhetünk a tavaszi időszakban? Hát igen, mivel hát a télen az eső, vagy hó, egyebek, stb. Az kitisztítja a levegőt, meg nincs is, ami a növényekből szálljon, mert ők alszanak. Tavasszal ezek föléledve a virágport juttatják be, ami idegen anyag, idegen fehérje, és ez sajnos az emberekbe ezt kiváltja. Mikor kell elkezdenünk a felkészülést a tavaszi allergiánkra, hogyha mondjuk tudjuk magunkról, hogy hajlamosak vagyunk a megbetegedésre? Hát tulajdonképpen előtte egy
két héttel, hogyha valakinek van gyógyszere, akkor egy-két héttel előtt elkezdheti szedni a várható időpont előtt. Hogyha ő mindig csak tavasz, tudom én, márciusában allergiás, akkor február közepén végén elkezdheti szedni, és akkor esetleg nem jön ki jó esetben. Van egy nagyon ismert ádáz ellenség, ami a tavaszi időszakon már túlmutat, és a nyár végén kerül elő. Ez a parlagfű, ez a legtöbbünket érinti. Hogyan tudunk ez ellen védekezni? Hát a parlagfű, igen, az augusztus-szeptemberben csúcsosodik ki. Annak is a virágzás kapcsán a virágpor, ami a levegőbe kerül, ami szeles időben ugye még jobban jut, azért sokan szeles időben érzik ezt a tüneteket. Hát védekezni vagy úgy, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy aki augusztusban szokott allergiás lenni, az már júliusban elkezdi szedni a gyógyszert. Az általános védekezés meg az, hogy le kell kaszálni a gazokat, ha nem is kell mind kiirtani, mert azért az mégiscsak nevetséges, hogy valaki kézzel húzkodja ki gyökerestől a parlagfüvet, de a kaszálást azt régen is megcsinálták, és most is meg lehet. Vagy legeltetni kellene a parlagfüvet, például a kecske, az nagyon-nagyon szereti. Erről voltak is vizsgálatok, hogy a kecske tejnek az ivása a parlagfű allergiát gyógyítja. Ha már itt tartunk, akkor melyek azok a házi praktikák, amivel mondjuk az allergiás tüneteinket enyhíteni tudjuk? Hát nem nagyon van házi praktika. Leginkább a kecsketej ezek szerint. Egyedül ez az egyetlen, ezt több vizsgálatot is végeztek, ami így pozitív. Hát mondjuk vannak homeopátiás szerek is allergiára, ami érdekes módon egy része az abból az anyagból készül, amire allergiás valaki. Tehát annak a higításával a homeopátia így gyógyít. Hogyan hatnak ezek? Azt is lehet próbálni a homeopátiás szert szedni. Hogyan hatnak ezek a gyógyszerek? Mert ugye említette a doktornő, hogy egy része abból az anyagból készül, amire allergiásak vagyunk. Ez miért fontos? Hát a homeopátiának az a lényege, hogy mondjam, az az anyag, tehát különböző fűfa, növény, állat és ásványból készülnek a homeopátiás szerek, tehát a természet anyagaiból, semmi mesterséges ebben nincs. És ezeket az anyagokat úgy kipróbálták, ami nagy adagban okoz valamit, tehát valami elváltozást okoz, az kis adagban megfelelő módon feldolgozva azt gyógyítja. Tehát aki ezt kitalálta, az így jött rá erre. Tulajdonképpen a magyar nyelvben azt mondják, hogy kutyaharapás szőrével. Tehát ez tulajdonképpen ennek a homeopátiának a lényegét, így tudnám ezt elmondani. Ugye a homeopátiás gyógyszerek különféle anyagokból készülnek, ahogyan ez elhangzott, és itt már beszéltünk a tavaszi allergiáról, ami ugye aktuális most, de ezen kívül más típusú allergiás megbetegedések is vannak. Melyek ezek? Hát a tavaszi allergiák, illetve hát a növények által okozott, amit fűkeverék is például okozza, azok a légúti allergiák sorába tartoznak, amikor belélegezzük az allergént, amire ez a nagy reakció létrejön utána. Hát van a növényeken kívül, ugye más dolgok is vannak, amit belélegezhetünk. A leggyakoribb az a házi porallergia. Hát ez sajnos abból fakad, hogy a szőnyegeken és egyéb helyeken atkák élnek, ami nagyon-nagyon picike, szemmel láthatatlan porhoz tudnám hasonlítani az ő létüket, mert valakinek jó szeme van, és bizonyos szőnyegeket kisöpörget, és nagyon-nagyon nézi, akkor ugráló porszemecskéket láthatna, az az atka. És hát a házi porallergia az nagyon komoly. Ezeknek vizesen kell takarítani, hogy ne porozzon semmi. Meg hát belégzéssel sok minden. Például van olyan, aki a libatollas vagy libapelyhes takarótól allergiás, az a pici kis anyagok, amik bejutnak a éjszaka, és akkor ő éjszaka fogja ezt érezni. Most ez a légúti allergia, de akkor nagyon fontos lenne a táplálék allergia. A bizonyos anyag, bizonyos táplálékok maguk
gyakran allergének. Például van, nagyon sokan vannak, akik a halakat és ilyen tengergyümölcseit megéve kapnak allergiás betegséget, ami hát lehet hasmenés is, de csalánkiütést is jelenthet, tehát a bőrön jelenik meg, az egész testen. Hát ez nagyon gyakran, nagyon sok mindentől lehet. Az egyik, illetve két ilyen nagyon elterjedt, amit újabban vizsgálnak, az a glutén, a lisztnek a lisztfehérjéje, és a laktóz, az meg a tejnek a cukra, tehát tejcukor. Erre nagyon sok ember allergiás, ami ugye erőszakkal bevive sok-sok betegséget okoz, ez a két allergia, mert a bélben, ahogy felszívódik, akkor oda megy az antigén, ami leköti, és elzáródnak a felszívódásnak a kis csatornácskái a bélben, mert ezek a komplexek oda bekötődnek. És így felszívódási zavarai lesznek, például nem szívódik föl a kálcium, és csontritkuláshoz vezet, korai csontritkuláshoz, akkor vas nem szívódik föl, vashiányos vérszegénység, és körülbelül 20 féle betegséget okoznak ezek a ételallergiák. És ez a kettő azért fontos, azért kiemelem, mert ugye ezt nagyon gyakran fogyasztjuk. Mert aztán van olyan, aki a borsra allergiás, van olyan, aki a kinírre, a keserű italokra, meg hát több minden egyéb, de azt ugye el lehet kerülni, a lisztet és a tejet elég nehéz. Bár azt is lehet, mert a diéta a megoldás. Hogyan tudjuk kideríteni azt, hogyha allergiásak vagyunk? Hát az allergia tünetei, azok ugye felvetik, hogy valaki allergiás. Tehát tulajdonképpen azt kellene megkeresni, hogy mire allergiás. Ja, az a kérdés. Most ezt két helyen, az egyik részt a tüdőgondozóba vizsgálják, ott van külön allergia nap, amire, ahova el lehet menni. Mivel hát van ugye a légúti allergének, amik a levegővel jutnak be, ezzel foglalkozik a tüdőgondozó. És hát van egy másik hely, a bőrgyógyászat, ahol viszont a technika tartozik a bőrgyógyászatra, mivel a bőrt vizsgálják. Vannak teszt preparátumok, amiben különböző anyagok vannak benne, ilyen csoportanyagok, tehát hogy a fűfa, fűkeverék, nem egy fű, hanem a fűkeverék, akkor vannak fekete festék, mit tudom én, tehát egy különböző csoportok, hát ez körülbelül egy 20 féle legalább. Ezt ráteszik a bőrre, és egy raktapasszal, vagy valamivel rögzítik, és akkor 2 nap múlva és 5 nap múlva le kell olvasni azt, hogy a bőrön milyen reakciót okozott ez a kis anyag. Ez a bőrgyógyászatnak a módszere. Azon kívül vérből is ki lehet mutatni, tehát leveszik a vért, ami egy ugyanolyan, mint egy másik vérvétel, annyi fájdalommal jár, hogy megszúrják az ember kezét, és ebből bizonyos allergiákat ki lehet deríteni. A vérből meg lehet ezt tudni. Úgyhogy igazándiból nem fájdalmas, nem mindig jut ezért eredményre, mert az az igazság, hogy ez a 10-valahány csoport, tudom, kívül azért még sok minden van. Amit nagyon tudok javasolni, az ember figyelje meg saját magát, tehát hogy mikor lesz allergiás, itt tudom én, tavasszal, ősszel, éjjel vagy nappal, hogyha föl kell, akkor már nem, vagy pont ha föl kell, kinyitja az ablakot, akkor jön, vagy macska simogatás után, vagy tengeri malac, az is okoz allergiát, és érdekes módon a szemen szokott jelentkezni. Tehát meg kell figyelni, hogy mit ettem. Mondjuk ettem nagy karé zsíros kenyeret vastag kenyérrel, és utána lesz a hasmenés 2 óra múlva. És ez mindig előfordul, akkor már gyanús, hogy valaki lisztallergiás. Tehát a megfigyelés nagyon fontos. Van-e olyan lehetőség, vagy előfordult-e már olyan, hogy mondjuk a szervezet magától megerősödött, és egy bizonyos időszak után nem tért vissza az allergia? Hát előfordult már. Egy életmódváltás az gyakran hozza ezt. Különböző módokon, de mindenképpen valamilyen, az előbb az immunrendszerről beszéltünk az elején, tehát valamilyen, sokkal többet kell tartózkodni friss levegőn, valamilyen sportot rendszeresen kell űzni, hogy a test átdolgozza magát.
és fölvegye a D-vitamint, ami erősíti az immunrendszert, és így tovább. Esetleg pszichés dolgokkal is lehet ezt előidézni. Tehát így egy méregtelenítés és egy szemléletváltás kell hozzá. Én úgy vettem észre. A tavaszi időszak pedig különösen jó lehetőséget ad a méregtelenítésre, és arra, hogy felkészüljünk a további jó időre, és lehetőség szerint allergiamentesen élvezzük ki ezeket az időszakokat. Köszönjük szépen, doktornő, hogy megosztotta velünk mindezt. Szívesen. Galgahévízen az elmúlt évek során nagyon nagy hagyomány volt a pingpong bajnokság megrendezése, ám egy ideig szünetelt ez a dolog, viszont most egy rövid beszélgetés kapcsán újraélesztették ezt a szervezők. Szeretettel köszöntöm itt az egyik szervezőjét a bajnokságnak, Fábián Ildikót. Szervusz. Szia, Ildikó. Kérlek, a történetről beszélj nekem egy kicsit. Hogyan alakult ki a pingpong bajnokság itt a galgamenti települések között Galgahévízen? Hát a pingpong bajnokság az egy ilyen 10 évre visszamenőleg lehetne mesélni róla. Aztán 2008-ban abba maradt, egy kicsit lelappadt a dolog. Aztán most egy másik szervező, aki ugyanakkor, tehát minden évben részt vett ezen a bajnokságon, most újra felidéztük a régmúlt bajnokságok örömét, és gondoltunk egyet, hogy szervezzünk egyet. Ez a szervezés, ez, ha minden igaz, március 25-ére tevődik, délután 1 órától lehet jönni, minden korosztály képviselheti magát, ifjúsági felnőtt, és nőket is szívesen várunk erre a bajnokságra. Nincsen nemi diszkriminációja a dolognak. Így van. Szeretnénk ifjúságit indítani, férfi, felnőtt és női bajnokságot, akár páros bajnokságot is lehet indítani. Tehát a kategóriákat említetted, de milyen korosztályok között mozoghatnak? Tehát mettől meddig tart az ifjúság, és honnan kezdődik a felnőtt? Hát az ifjúsági az durván 6. osztálytól, 5.-6. osztálytól, ha ügyesek a gyerekek, akkor mindenféleképpen. A felnőtt az pedig általános iskola 8. osztályától fölfele. Tehát az már felnőttnek számít. Tehát aki kimaradt a 8-ból, az már felnőttnek számít. Hogyan zajlik egy ilyen pingpong bajnokság? Hát, megérkeznek a versenyzők, megérkeznek, mi történik? Hát 1 órától kezdődik a bajnokság, de hát kicsit mindenkit előbb várunk erre a bajnokságra, hogy mindenkit fel tudjunk névsor szerint írni, és kisorsolni, hogy ki kivel fog játszani. Ez az ifjúságira, a nőkre és a felnőttekre is ugyanúgy érvényes. És amikor megvan ez a sorsolás, akkor mondjuk egyből több asztalon párhuzamosan elkezdődnek. Így van, 4 asztal fog működni, ha minden igaz. Igen. A művelődési háznak van saját 2 asztala, és hát felajánlásból fogunk majd kérni, vagy aki felajánlja a saját asztalát, mert van itt Galgahévízen egy pár pingpong szerető ember, akinek van saját asztala, és szívesen várjuk ezt a felajánlást. Mennyivel jobb lehet saját asztalon versenyezni egyébként? Hát azt nem tudom, hogy mennyivel, de majd kiderül. És 4 asztalon fog zajlódni a verseny. Ha nagyon sok a gyerek, akkor a gyerekek is 2 asztalon fognak játszani, hogy minél gyorsabban haladjunk. Ugyanúgy a felnőtt. Tehát eddig a meghirdetett események alapján úgy néz ki, hogy egy olyan jó 15 és 20 felnőtt jelenkezőnk van. A többi korosztálynak hogyan alakul az aránya eddig? Az ifjúságit azt még nem tudjuk, az arányokat, majd a Facebookon ez már meg van hirdetve. Most szeretnénk plakátokat csinálni, ezt ugyanúgy az iskolába. Aztán a másik szervező, Hajdú László megkérésére mondtam, hogy hát az atyával is egyeztessen időpontot, ő is ugyanúgy beszél a gyerekekkel, és hogy a gyerekek között ezt megbeszélni. Népszerűsíti. Vagy az iskolában ugyanúgy népszerűsíteni. Van-e valamilyen gyakorlási lehetőség, biztosítotok-e helyszínt, időt arra, hogy mondjuk felkészülhessenek a versenyzők? A művelődési házban lehet, Galgahévízen, a Kodály Zoltán művelődési házban lehet minden hétfőn és minden szerdán gyakorolni. 2 asztalon lehet gyakorolni, és délután 5 óra tájékán kezdődhet. Már ma is fog jönni egyébként egy páros. Tehát igen. Már folyamatosan zajlanak ezek. Ha úgy adódik, hogy valakinek kívánsága szerint hétvégére esik az, hogy ő mondjuk a szombat délután be tudja vállalni, és nincs a művelődési házban olyan program, ami akadályozza ezt, akkor is lehet. Értem, téged felkeresnek, és akkor gondolom. Hát vagy engem, vagy pedig a művelődési ház vezetőjét.
Érthető. Beszélgettünk arról, hogy felajánlásokat vártok a pingpongasztalokra, viszont arról még nem beszéltünk, hogy nyilván lesznek ennek a bajnokságnak győztesei természetesen. Így van. És mi újság az ő ajándékaikkal? Van erre valamilyen elképzelés már, vagy vártok-e felajánlásokat, megvan-e már az ajándék? Elsősorban van egy nevezési díj, ez 500 forint lesz fejénként, és akkor úgy gondoltuk, hogy ebből a pénzből, mivel hogy felajánlás nem érkezett, meg nem is kerestünk meg senkit vele, hogy ebből a kis nevezési díjból az első három, akár az ifjúság és a felnőtteket megjutalmaznánk. Valami egy kis oklevéllel, vagy valamilyen nagyon csekély. Hát a anyagiaktól függ, hogy mennyit bírunk rá. Természetesen rááldozni. De ezek szerint szívesen vesztek felajánlásokat is, és ezzel is meg lehet titeket keresni. Hát ha valaki úgy érzi, hogy a sportnak áldoz fel, akkor szívesen vesszük természetesen. Galgamenti bajnokságról beszélünk, ez ugye azt jelenti, hogy nem csak galgahéviziek jelentkezhetnek, hanem a környező településekről. Turáról is várunk, bárhonnét, aki úgy érzi, hogy egy kellemes és sportot szerető napot el szeretne tölteni itt velünk galgahévízen. És a helyszín a galgahévízi Kodály Zoltán művelődési ház, az időpont pedig... Március 25, 1 órától kezdődne a verseny, csak annyi kérésünk lenne, hogy kicsivel előbb jöjjenek, hogy tudjuk a neveket felírni és a sorsolást gyorsan megcsinálni. Bízunk benne, hogy minél többen érkeznek majd a helyszínre, és akkor jó gyakorlást kívánunk minden egyes jelöltnek, és aztán a résztvevőknek pedig sikeres versenyzést. Köszönöm szépen. Önök a Porta 37. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk a jövő héten is. Műsorainkat már az interneten is megtekinthetik a www.regioplustv.hu oldalon, a videótermenüpontra kattintva. Viszontlátásra!